Micsoda? Kolomb. Szégyellem szinte, hogy megkérdeztem, hogy Gyula bácsi. Itt legközelebb legyetek szívesek egy Gyula bácsit is elhozni. Van egy sárga zászló, és mindjárt halljuk a... Gyere. Volt a... Ott már egy 89-es játékos. Köszönöm, hogy a kicsit elhúzik, hogy a megkicsit elhúzik. Akkor meg se ismétlem, ez a tüntetés. Az történt, hogy az egyik játékos a támadó csapatból kicsit korán indult. Olyat se szabad csinálni. Nem hinném, hogy túlságosan befolyásolja ez a Kábelsznek a taktikát, ugyanis a... És nézzük azt a visszahordát! Gyönyörű szépen! Gyönyörű visszahordát, láthatjuk! Bálint! Bálint! Mondd be, hogy most kezdődött a stream, mert taktikai probléma volt. Bocs, nem tudok túlságosan. Gyerünk, bentül a padon! Gyerünk! Itt közben azt láttuk, hogy éppen rossz ütemben passzolt már irányító, és az 59-es számú Matkovics Máté porta vissza, körülbelül még egy 20 yardot. Nagy tapsot kérünk Mátéval, és akkor egyébként a kábel szurkolóinak a defense gólyára most lehet szükség először, és kapásból egy fumble. Gyönyörűen védekeztek a Kábelsz játékosok. Közben még egy közérdekű közlemény, bár ez főleg a streamen a hallgatóságának szól, mostantól sikerült csak élesíteni a streamet, de innentől mindenki interneten keresztül tájékozódhat a meccsről. Közben azt azért elmondanám, hogy a Kábelsz védelme kijelölt. Közben én úgy látom, megérkezett a hotdogos kocsi. Nagy tapsot a hotdogos kocsinak. Fogadjunk a zsombi tapsot. Matyi tapsolt. Figyelj, ívod! Ívod! Figyelj, tiéd a széle! Mész fel már, mész fel! Ne várd meg, menj fel! A fal menjen, mint az állat! Bogi, kívülről kéne kerülnöd! Te állsz kívül! Te állsz kívül! Második és körülbelül 20, itt egy fantasztikus méter volt a belőbb, passjáték a Kábelsz játékosoktól, magasan szállt a labda. Közben ismét egy technikai bejelentés, te adományával segíteni a győr számú polgárőrség működését. Ott a pálya mögött található gulikocsmában, sátorban, kinek hogy tetszik, te a is forradból kapható ezzel az adományjal a győr számú polgárőrséget segítheti. Köszönjük! Akkor jön egy harmadik, egy 20-20 belül. Elment a screen pass. Nagyon szépen kijött a szélső védőkön túl. 91-es számú Kábelsz játékos. Ezzel hozott is kb. 17 yardot, és ebből lesz most egy közeli szituáció. Surányi dömötör! Hát a Surányi dömötörnek! Dösszön az lesz, hogy harmadik is, kettő vagy három. Ellentől térfelén a Kábelsz. Na jó, igen, Jocsán Abbotot negyedik kísérlet. Kísérlet következik, csak megpörgették a Dánmarkert is. Középkis kutás, túl bevonalatban.
és nem sikerült megcsinálni a földben, sőt, labda szerzés is történt. Szóval mindenben negyedik kísérlet volt, hogy jobban hangzik. Így van a balra, a statisztikák is jobban néz ki, labda szerzés is történt, de újabb van is történt, láthatjuk. Úgy hallott a harmadik itt Magyarországon szakosan lehet szerolni, nem számít az eredmény, jó a csatodától minden mehet. Ez így a belvi drágon átkozik tőle. Közben a DJ-t is felejelentve a szépba. DJ Maki tekergette a sorongot. És itt futójátékot láthatunk, nyomjálunk ki most már! Szerintem ő a kisvárbalmi, így van, hetes számmal várfalmi, Boton. Meg is szaladta a földtám. Amúgy nem nehéz kitalálni, amúgy nem, hogyha így valakire rá kell nézni, hogy ki az, aki a várfalmi öcsi, akkor úgy nagy esőjel rátennéd ezt az osztot. Na, hát mivel ő az nagyon. Nem lehet jobban választani. Újabb passzjáték, ismét várfalminál a Laszki. Kihúzza a szélére. Nem megy ki oldalt. Csak most. Ez megint egy matyag volt legalább. Így van. És körülbelül másfél két yard hiányzik a first downhoz. Három. Szerintem ez egy második farm. Várfalmi futását most sokkal jobban lefülelte a Kábelz védelem. Gyakorlatilag mínuszos play volt. DJ Matthias nagyon éli a rendező. Szép zené, napsütés. Koti. Középső futás állított meg a Kábelz védelem, körülbelül 1 vagy 0 yardon. Következik a negyedik kísérlet. Nézzük, mi lesz a zsuga. Bántolni közel vagyunk. Field goalhoz messze. Ne se látnék addig. Még én sem. Ismét egy futójáték, várfalvinál a Laszti, és alig hazamezve meg is lehet a hatos számú játékos. Nem várfalvú? Hatos számú játékos. Ja, igen. Ja, igen. De meg kell figyelni. Ügyesen. Yeah.
Középső futás. Röpül is a zászló kissé, a sisakot sikerült megragadni, de egyébként abból is kifordult, és büntetés nélkül is megvan a first down. De valószínűleg még felezni fogják a távolságot a fényben. A sisak az akkor is fényben a hátulóan. Defense 36-os játékos, a távolságot a gólban elég megfelejtjük, automatikus első kísérlet. Nézzük a játékot, szól a defense go a túloldalra, szól. És touchdown! Sziget-Sziget Gondi! Kaót Fosz! Isten 6-0! Mindjárt megálltuk, hogy rúgra a kettő pontot. Szóval ugyanúgy lehet rúgni, el lehet rúgni úgy ért a sültem, de nézzük, hogy mi fog itt következni. Azonban felállás alapján rúgás lesz. Trükkös rúgás. Ebből rúgás lesz, hogy nem trükkös lesz. De lehet. Ez őt a nagyon meglepő. Ez bizony egy. Ez bizony egy extra pont, két pontos extra pont. Így van. 13-as számú. Már is mondom. Zoltai Tamás volt, aki bevitte a két pontot. 8-0-ra alakítva ezen szerencsén. Most mehet lehetőse az a csapatnak. Pontot szereztük, ez sokkal nagyobb tapsot érve. Tehát megtapsot a hazai csapatnak! Valami ilyesmi, így van. Egyes, negyes, basszus. És egyébként a kábel szurkoltak, hogy megkísérnék az előtt, mert egész jó hallani lehetett a hangukat. Most valami hasonló sérül a hazai csapattól, azt képzelném. Hogy könnyebben összehozható a hangzavar. Valakinek még ilyen kibányos hangjás van, miért csak most kerül elő? Lehet, hogy az eszközök. Lehet, abszolút, hogy kétoknak egy megsúlyás. Utójáték Kábel Streetről, középre, azt a mérgelem. Ez egy kb. Nullás futás. Volt. Ha jól
Jonathan korábbi zsonoton volt a futó, és a 1-es számmal. Így van. Kamerája, lefagy. Második és 10. Megtartja a gyönyörűt. És fogom! Horváth Nimrod csinálta a fumble-t, és Csordás Balázs szaladt vele vissza, de sajnos láthatunk egy sárga zászlót a pályán, hallgassuk meg a bírói ítéletet. Majd ha megszületik. Sajnos akart a hang, de egy nőkébe megszabálytalanság volt a visszahordó csapatnál. Borszáz is ezért az anyulára van, viszont a hazai csapat támadott, és ilyet a nagy kérdés a hazai csapatnak, ez is egy nagyon örömteli pillanat. Csak most itt egy posztszerzés. Helyen stabil a hazai a védelme, és a második gazdaszerzés másodikus ellen, ami jól számolott, hogy lehet, hogy harmadik, de kettő biztosan ellen vége. Mondjad? Nézzünk egy futójátékot. Második és nagyon rövid futójáték, ez egy rövid futójátékot láthatunk. Jól működött a támadóval volt hely, köztük elsviszolni. Hát ezért van ott a DJ. Kiváló munka. Kiváló DJ munka. Majdnem a jövő DJ. DJ Matthias. Ismét futás. Középen. Szerintem szóltan előre döntünk, hogy egy körzet lehet, hogy megérjük a dolog. Kis látható, hogy egy idejött. Volt, nem? De meg volt, tehát első is gól fog következni. Nézzük, mi lesz a zsuga. Ismét Matkovicsnál volt a labda, meg is szerezte ezzel a... Ja, most már volt közben, hát bocsánat. Tehát akkor meg is szerezte ezzel a plusz yardokat. Második és gól fog következni. Ilyenkor jöhetne a Kábel szurkolók.
Kávez defense go-t lehet, meg lehetne hallgatni. Defense go! Köszönjük. Mi nem annyira mondhatjuk, mert többet nem hívnak el. Bármi sör nélkül lehet egy amúgy sem megérő. De hallod, fédőben én is el tudok menni sörért, tesi. Adjak fél? Nem kell, mindjárt elmegyek. Köszönöm, hallod, fél, hallod, fél, hallod, fél, most már nagyon közel vagyunk, vannak a banditák, harmadik és három környéke lehet, szól a defense go, és az irányító futott be a célterületre, újra 6 pont arra az eredményjelzőre, ott a túloldalon. Kurtják Samu pontszerzését láthattuk, 14 óra módosult ezzel az eredmény, és akkor még van egy extra pont is. Közben ugye azért lehet tapsolni, örülni ennek a 6 pontnak, így legalább a hazai nézők részéről, erről van szó. Kicsit mozogjunk, megmozgatjuk a kezeket, elgémberedik, ha sokat próbáltjuk, aztán majd megpróbáljuk ezután is, hát jó. És fönn a bírósportás keze, sikeres a kétfortos. 11-es számú Kudász Ádám kétfortosát láthattuk, megint mehet a taps. Akkor az összesen 16 egész darab pontot jelent az eredményjelző. Még mindig nagyon jók vagyunk matemmal. 21-ig nem hibázott. A vizuálosok az is számolnak, hogy... És akkor folytatódik is a játék a vendégek támadás sorozatával, Budapest Cowboys. Így itt a második negyedben itt a lehetőség nekik, hogy pontokat. A 12-en voltak állítólag a pályán, nem tudom, mert ez kétszer hétfős csapatoknál kevés. Ha egy csapat volt 12-en, az tényleg nagyon sok. A matek még mindig megy. És egy passzjáték a Cowboys részéről. Jajj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 aj
lábot, amíg a labda a levegőben van. Alá csöcsörögtek, egy kicsi. Alá csöcsörögtek? Szerinted, hogy körében a vállam volt, nem? Valami kis csöcsörgés volt. Hallhattuk tisztán és érthetően szakszerűen. Az oda csöcsörgés. Nem volt elég. Az oda csöcsörgés definícióját hallhattuk. Ez egy 5 yardos büntetés. Von maga után. Futójátékot láthatjuk a szélén. Nagyon szép futás. Gyönyörű futás, gyönyörű futás. 5 yardot ért. Szerintem, ha ez a 24-es szám, akkor ő Pintér Viktor volt. Igen, én is a 24-es láttam csúnyán írva. Jó, akkor 24-es számmal Pintér Viktornak egy nagy tapsot kérnénk szépen. Mi a körülbelül 5 yardos labda cipelésért. Ismét Pintérnél a labda. Kicsit dadogott a labda, átadás.
rendszeresen találta a QB, hogy ki legyen az, akinek átadja a tojásplasztit. És gyönyörű minuszos szerelés láthattunk Böhm Péter Ádámtól. Horváth Nimród. 23-as mez volt, igaz? Hát akkor ismét lehet hibáztatni a roster készítő. Újabb fekete pont az Atisnak. Nézzük egy passzjáték. Szépen szállt a labda, de elkapó gyalog volt. Egy negyedik kísérlet fog következni. Most egy kicsit megint csak lehetne biztatni a hazai védelmet, hogy nehogy esetleg ebből a 4. és 15-ös szituációból legyen valami X-szer. Itt is ugyanaz a játék. Defense go! Defense go! Ehhez mondjuk is taps is jöhet. Kereplő. Sanyi Váincski. És magas volt a snap. És kiszedi össze is. Jézusom! Megvan a touchdown! Az 52-es számú. Már is mondom. Szalai Tamásnak a touchdownját láthattuk. Reméljük jól van. Közben szép zene szól itt nekünk. Szóval délutáni. Mulatságunk volt. Tehát újabb passzol. Azt mondta, 21-ig vagy jól, ha segített, 18-26. Innentől mondja, Dékül. 18-26. Legalább 24. Tök jó. És akkor most, ha megyünk egy 10 pontos, akkor az majd eldől, hogy te megyek. Hova mér? Pont is nem volt mér. Látok, mi megyünk vissza. Ugyanez a brigád, vissza. Ez most nem sikerült, ez a két pontos. Hazai defense fog visszamenni a pályára. Akkor úgy voltunk, hogy volt egy hatos, egy kettes, az 8, még egy hatos, meg egy kettes, az megint 8, meg ha 208, az 16, és hogyha most van 6, akkor az 22. Simán. Dehogy is. Hát azt írták a táblára, de nem annyira. 24, az 22. Most nem volt benne, nem tudom. Nem volt, vagy nem volt benne? Hát akkor 22, szevasztok! Hát, én még... És egy gyönyörű elkapást láthatunk ezen a szövődik! Gyanús, né! A 83-as számú Kávesz játékos elkapó társadányát láthatjuk, aki nem más, mint... Somogyi Zalán, nagy tapsot Somogyi Zalánnak és a Kávesznek 22-6-ra módosították a mérkőzés eredményét, és láthatjuk most, hogy extrára ők is két pontra készültek-e vagy húznak. Én egyébként örülnék, ha látnánk rúgást, és ilyen szép ipszilon kapunk is van. Oda nézd, Bárint, hogy szeretnek téged. Nagyon nagy tapsot kérnénk szépen, és köszönjük szépen, Bárint már nem hall. Szomjel! Nézzük a két pontos kísérletet, ami úgy látom, hogy sikerült 36-os számmal. Na túl, Bálint Csaba, nagy tapsot szeretnék kérni, neki abszolút megérdemli a vendégek futójátékosa jelen esetben. Kész a hotdog, van te a forradból és sör. Így van, én is egyből boldogabb lettem, amikor kaptam is ajándékba pára.
és akkor hazai támadósor a pályán vendégek védelme, Kábrászló ismét kérnénk a defense-ból buzdítják. Futójáték.
Tehát... Thank you.
Thank you.
dance, baby. That one dance. Yeah. Oh, you don't know how to do that? Baby, do it for your grandma. Come on, I'm old and I'm trying to learn it. Well, yeah, do it. Oh, my God. Walked in this party, these girls looking at me. Skinny jeans on, he ain't on my head now. Hey, okay. I want y'all to do this dance now. Juju on that beat, juju on that beat. Juju on that beat. Now slide, chop, hit the phone, don't stop. Hey, don't stop. Run a man on that beat. Okay. Do your dance. Hey. You ugly. You your daddy. Love is the truth of our lives. We were playing for kicks, but we both knew the cost. Now the only way out in your heart-shaped box. But I hate that it seems to run never over. We were broken and bleeding, but never gave up. That's I hate that I made you the enemy. That's I hate that your heart was the casualty. Now I hate that I need you. Kiállom a pálya közepére. A néző kiszolgálása érdekében cserélünk egy mikroportot. Innét már nagyon jól hallom, egy kicsit gyerjedek, de itt a pálya közepén tökéletes, 50-en vagyok. Most akkor elmegyek a pálya egyik oldalára. Itt vagyok most már. Valószínűleg tartom, hogy ez jó lesz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Megkeresem a játékvezető sportlását és odaadom neki ezt a mikroportot. Közben jár a szám, hogy tudja mekkora a hatótávolság ennek a mikroportnak. Itt már egy kicsit késik a hang. Igen. Egyelőre jó. Már a pálya túlsó oldalán vagyok. Hello! Szevasztok! Itt a Mustangosok is itt vannak, jó van. És hazai reklám, nem árt. Szevasztok! Játékvezetőkben vannak benne a kocsmában? Oh,
Na jó lesz, mert már itt vagyok a mentőautónál. Levehetem a hangot. Short, don't gotta give it a thought. Only the shit that I bought. Fuck that, you gotta stay
give it y'all think it's happy, y'all straight trippin'. I'm off the chain in my place, spinning y'all in the club with my paint drippin'. I'm a fucking artist who's done with all this, they whack shit, so I'm bustin' on this. Y'all leaned out, but y'all suck regardless. I'ma run up on them, feelin' fucking lawless. Better tuck your chain and fucking run your wallet. You are now looking at the youngest prophet who be killing rappers. Got no other option, yeah, they got a dream, but I'm a fucking goblin. Tell him whatever your man felt, say, say with the rhyme, so give me the black belt. Got flame in the vibes, I'm making attack melt. Going all in, dog, whatever the hand dealt. Like, hold on, tell a bitch, I flow so venomous. Above all, I'm hitting with the stone cold evidence. I flow so relevant, it show no benefit. A low blow, ripping with a popo, never been. Mumble rapper, shut your fucking mouth. Fall back, don't make another sound. Telling me to fucking dumb it down, but I'ma buck them all. I got 100 rounds, like, bleh. Fuck it, I guess what I'm trying to say is that I miss the days when MCs would kill it and blaze a track. When flows were different and everybody would state some facts. And I ain't saying I'm the best, just trying to save rap. Rola fotózó, igen.
Helyes eredmény, gyerekek! 22-8. Köszönöm, vagy. Szóval is vagyunk, második félidő, második negyed, hazai támadással kezdődik, nagyon kemény védekezés a futón. Várjátok meg itt sűr a hotdog, bazd meg, megint lefagyott. Kinyitom egyedül, tartani a frontot. Nyitom én, szép zenéket ismét, légy szíves így a rádói. Második és öt. Jó a snap, szar az átadás. Nézzük, hogy kinek sikerült megszerezni a labdát. Defense készül a hazaiaknál. Sajnos a hand-off nem sikerült, semmi baj, srácok. Elkezdődött a második félidő, nem csak a sív szól a fejekben is. Gyönyörű védekezés a Budapest Calvers csapatától. De nézzük most, hogy ilyen jó mezőny pozícióból hogy tudják felépíteni magukat. Félidőben beszélgettünk a túloldalon, abszolút jó játék van, szép játékok. A első és 10, jó az átadás, de gyönyörű a védekezés! Nagy tapsot kérnék szépen a 23-as számú játékosnak, Tiefen Tom, Horváth Nimród. Ács Dávidnak kapásból egyes, mert megpróbál átverni. Fogalma nincs az életről, nem hagy. Másik 14. Egy passzjáték. Nincs szépen megvölt. Mata volt. Nézzük, már nagyon jól tudják, hogy kiemelni kell, dobolni lehet, sütolni. Jó. Tökéletes védekezés. 3-4 ember is átért a falon. Ez nem volt sajnos. Az a jó, hogy szerencsére hely. Egyedi kísérlet. 38 és 3 van a szentélyek. Megpróbálja negyedik, a gyönyörű védekezés ismét. Így van. Szia, kidobott a hotdog, mindenkit várnak a hotdogosnál, aki meg éhes. Hát akkor hazai támadóson a pályán lehet javítani az előző fiaskót. Kezdjük. Gyerünk.
Thank you.
első fordulóban negyedből, a harmadik negyedből, a harmadik negyedből, a harmadik negyedből, és valaki tudja, hogy a negyedből. Azt mondja, hogy a negyedből. Amikor rosszul van a kártyát, mindig okosul van a kívülőt, hogy Nem is Thank you.
Mutogatja nekem, hogy van az a pénz. Hát én neked adom az a pénzt, amit én kapok. Az mit szóltam? Felajánlhatjuk is. Én is. De én magát meg is szorozhatjuk. Hárommal ugyanaz lesz az eredmény. Közben futójátékkal haladtak előre a kolompolósok. Ismét, hogy téged idézzenek, meg volt cukrozva a játék, meg volt cukrozva. Kolomb szóról mindig az jut eszembe, hogy hiányzik Gyula bácsi. Gyula bácsit kérjük legközelebb megjelenni a Dutikanatos Kábelz meccsen is. Szerintem többen azért jöttek. De úgy, hogy persze hiányzik, de ha mögöttünk Kolomb volna végig. Nem, akkor is hiányzik. Gyula bácsi egy ikon. Megint motion van, cukrozások. Nem adta oda az irányító alattit. Nem sikerült átverni a banditák védelmét, mínusz 4 yard, nem. Jurnik Tivadar, ahol mutatja, hogy lesz a labda, addig sikerült előre jutni, így is mínusz 5 yardos a play. De meglepődtem volna, ha harmadszor is kb. Ugyanaz sikerül eladni. Hát de az volt a koncepció, kérlek, hogy elmegy a play, utána elmegy ugyanannak a fény. Tényleg egyre kevésbé látok. Második félidőben egy jobban számíthatunk rá, hogy esetleg kijön az a különbség, hogy 17 darab kábelzjátékot számoltam meg kezdéskor. Így körülbelül 26-27 szigetközi játékos van. Közben volt egy nagyon szép passz, de elkapni nem sikerül sajnos. Ne
negyedik kísérlet, negyedik és 12-t kell leküzdenek a kábelszesek. Most akkor ugye hát a szigetközi szurkolók tudják ilyenkor mit kell csinálni, már hallom is. Fék. Elment a passz. Egy kicsit magas volt. Zászló a pályán. Nagy fiúk birkóztak egyet, hogy zászló, nézzük, hogy kik ítéltek szabálytalanná. Traffic the Pastor, valaki megütötte az irányítót valószínűleg a passz eldobása után. Nem szabad ilyet csinálni, első kísérlet a Cowboysnek. Így van, és ugye negyedik kísérletnél úgy, hogy nagyon-nagyon hátról kellett jönni. Egy buta szabálytalanság. Nem biztos, hogy a legcélra vezető dolgok. Ez semmilyen körülmények között nem célra vezető egyébként. Várj, de megtudtuk, hogy az OPI az itt tök jó. Lehet, hogy ez ismét motion hasonló koncepció. Ezúttal megkapta a 83 számú kábeljátékos a Lastit, és szerintem egy kicsit jobb stoplival ebből még pontszerzés is lehetett volna talán. De így is meg lesz a first down, ahogy nem. Igen, a harmadik negyednek. Vége van a harmadik negyednek, tehát... Akkor hányadik negyed jön? Igen, négy. A negyed fog következni. Ismét szembe kell forduljuk a nappal sajnos. Pedig már kezdtem örülni, hogy végre egy kicsit arra lehet nézni. Hát a napra lehet nézni, de rájuk nem baj. Olyan szikrázó a mérkőzés, hogy helytálló lehet a mondás. Esküszöm, nem is látom hányadik jön. Első talán. Első és gól. Így van. Így van. Tehát ugye a szigetkőz szurkolóknak kellene hallatszódni a hangjuknak. Passzjáték, gyönyörűen elmegy a zsuga, és fantasztikus azt elkapás! Az gyönyörű játék volt a Kávesz. Hányas számú volt? Szerintem a 83 számú elkapó volt, akinek a neve nem más, mint... Somogyi Zalán! Somogyi Zalán, testdányát! Nagy tapsal kérjük jutalmazni. 30-14-re módosult ezzel az állás, és akkor még hátra van egy extra pont. Kettő labdabirtokláson belülre kerülhet a budapesti alakulat. Hogy igazából már most megtörtént ez, tehát hogyha ez kimarad, ez a két pontos, 2-8 pontos. Jaj! Sajnos nem sikerült az elkapás, tehát marad a 30-14, de így is az van, amit mondtam, két napra a végtopláson belül van a két csapat. Pontosan. Itt is meg kell jegyezni azt, hogy a Kábelsznek a légyhívása erre a kétpontos szituációra nagyon-nagyon sikeres volt, ugyanis senki nem volt a közelében az elkapónak. Ja, értem. Én megmondom őszintén, nem látom olyan jól a nap miatt, de elhiszem. Hát csak azt láttam, hogy nem láttam ott senki. Hát ez nem a nap miatt volt? Nem. Hát akkor valóban jó playhívást láthatunk, kevésbé jó kivitelezéssel, és olyat látunk, amit nagyon ritkán, vagy még ma még talán nem is, egy oldalon két elkapó, szigetközi oldalon, és ide a másik irányba megy az irányítófutás, meg is lesz ezzel a körtel, a nem repülő sárga zászló. Megüthette magát sajnos az irányító, még mindig a földön van. Magától fel fog kelni, alig hanem annak szurkolok. Sajnos még nem sikerült felkelni a hatos számú Matkovics Márknak. Ötös volt? Bocsánat.
Tehát a Tatai Dubiel Ádám maradt a földön. Tatabányai. Tatabányai, bocsánat. Reméljük a kordágyra nem lesz szükség. Pedig behozták. Mit látni? Kamerá látszik valami? Nem már elviszik. Nagy tapsot és jobb ülést kívánunk innen is. Reméljük semmi komoly nem történt Ádámmal. Majd azért, hogyha valaki tud valami biztató információt a závod tekintve, akkor azt szívesen vesszük. Kordágy az emlék. De egyszer legalább bejön. Mi fáj? Lábsérülésről van szó, az már kiderült. Kurtják Samuát be irányítani helyette 12-es messzámmal. Egyből egy irányító futással próbálkoztak, de nem nagyon voltak meg a blokkok hozzá, úgyhogy ez egy mínusz. Hát körülbelül 8-os futás volt. Mehetne egyébként a kábel szurkolóknak a defense gólja. Defense gól. Na tehát akkor második és hosszú, a második és 10 környéke jöhet. Ismét olyat látunk, amit az előbb kiemeltem, két elkapó egy oldalon, két fős fociban, ez nagyon ritka. És gyönyörű védekezés, fantasztikusan érkezett a 61-es számú Kábelc védő. Gyönyörűen olvasva. Palkovics ZT, Tamás, nagy tapsot a srácnak. Harmadik és rengeteg. Olyan közel került a Kábelc ezzel a helyzettel, most ahhoz, hogy ismét felülhátultanak. A harmadik és 25-öt az tényleg nem lesz könnyű abszolválni. Passzjáték, színpassz. Jó az elkapás. Boti volt? Várfalvi volt? Hol van? Nem, nem, nem. Van a szülőm között. Várfalvi elfáradt, nem lehet föl. Bálint. Van egy olyan közkívánat, vagy ilyen közérdekű közlemény, hogy van egy ilyen bandikus adományos doboz, ami a túloldalon elérhető lehet. Aki a csapatot szeretnék, ott van a szülők között, egy sárga doboz. Közben ismét egy közérdekű közlemény, a másik oldalon, már hozzánk képes a másik oldalon, ahol a leátó van, van egy ilyen adománygyűjtő doboz, aki a szigetközi banditákat szeretné támogatni, az ott megteheti. A szülők fogják neki mutogatni, hogy hol van. Egy sárga doboz, úgy értesültem, és egy nagyon szép pánt egyébként. És akkor a filmpályáról kreatív szép volt, mai nap talán leghosszabb pántját láthattuk. Abszolút nem készült a Kábelc visszahordóval. Félpályát kell megtenni a pontszerzésen.
16 pontos a Kábelsz hátránya, egy drive-on belül ezt lefelezhetik a fiúk. Úgyhogy nyilván szükség van a hazai védők buzdítására is, illetve a Kábelsz szurkolóktól keresztbe tett újakat kérnénk. Főleg aki babonás. Két elkapóval jön egy oldalra, Kábelsz is elő, motion van, meg minden. Play action fake, gyönyörű védekez, gyönyörűen érkezett meg, nem látom a messz számot. Na hányasban van? 23. Bőn Péter 23-as messz szám van. Fantasztikus szerelés mutatott be. Ezzel körülbelül 3-4 jardon kerültek átrébb a vendégek. Ez a szív felgetik, oké? Meg kell lőnjük ezt a berezőt, hogy bővíteni. Ne hagyjuk őket támadni, ne hagyjuk, hogy kicsit legyenek. Ne engedjük ki! Ismét egy gyönyörű védekezést láthattunk. Ismét a 23-as számunk, Bálint. Bőn Péter, és a 70-es számunk, mondom őt is, Varga Boton. Egyébként szerintem a játékosokat nem ezzel kéne foglalkozni, hogy mi a neveket milyen gyorsan találjuk meg, hanem a meccsel, de mondom, más kultúrkörbe szocializálódtunk, ez már látszik. Mert ha neveket keresünk, akkor nem látjuk, mert szemembe sütadnak. Azt mondjuk még pont le tudom olvasni, a messz számokra vagyok bajban. Egy időként. Passzjáték. Gyönyörű! Gyönyörű! Védekezést láthattunk. A 20-as számú Csordás Balázs ütötte le az elkapóra a labdát. Ezzel negyedik kísérletre kényszerítve a Kábelsz, negyedik és körülbelül 20 fog következni. Nagyon elég létfontosságú lenne a hazai csapat szempontjából kivédekezni ezt a negyedik kísérletet. Meggátolva ez a vendégek felzárkózásának az esélyei. Két elkapó megint a bal oldalon. Vagy hát védő szempontból bal oldalon. Elment a passz, és gyönyörűen védekezik ezúttal. És Csordás. Ismét Csordás. Nem, de ismét Csordás volt az. Aki beleír az összes labdába, ami a közelébe ír. Első és 10, tehát a szigetközieknek nagy tapsot kérünk a hazai védelemnek. És akkor vendég védelem a pályán, Kábelsznek, defense, go, kolom, stb. Passzjáték, megint egy screen. Balázs! Szuper! Gyönyörű labdacipelés után 9 adott hozott Matovics Márk. Hoztam! Nem hallottam olyan jól én se, de alig, hanem holszár volt. Megint egy passzjáték, megint egy screen, és egy interception. Kicsit sántikál a 36-os számú Kábelsz játékos, de így is meg lesz a pontszerzés. Knöfül Bálint Csaba, egy picit. Gyönyörű védekezést láthattunk a vendégektől.
egy sikeres két pontossal egy labdabirtoklásnyira kerül a vendégcsapat a Szigetközi-ektől. Igazán izgalmas meccset láthatunk egyébként. Abszolút jó, jó irány. Van itt minden, kérem. Jó hasznos, tudások, ütközések. Megint egy passzjáték, és nem sikerült az elkapás. Létfontosságú volt a Szigetközi védelemtől ez a levélekezett extra pont, hiszen 10 pontnak a köztei, ez megint csak 2 labdabirtoklás. A negyedik-negyed derekán ez már elég komoly fegyvertény, viszont nagy tapsot kérünk a Kábelt védelmének. Abszolút megérdemli, gyönyörű védelmi munka után 6 pontot vitt. A fájós lábbal. Fájós lábbal, pláne. Hát ez majd úgyis csak holnap fáj, igazán nem van. Hát holnap is fog, de ahogy néztem futás közben fájás már ma is. Úgyhogy első és 10 a Sziget köz szépíthet. Ez egy futójáték lesz, és azonnal ott vannak a védők. ...54-es számmal Viski Ádám olvasta jól a futást. Második és 8. Nullás számú játékos, ha jól láttam. Jó, és mindjárt kiderül a név. A meccset figyel, nézzel ügyere. Dürgő Balázs 8-as számmal. Te nullással. Nullással, úgy értem. Látod, így felelnek meg az emberek a spatulján. Tudod, alatt próbálok megtalálni ennek. Harmadik és körül 3. Szól a defense go. Vendég oldalon persze. Passzjáték. És Türgő ezúttal nem tud elkapni a passz, hiszen mögé érkezett. Jön egy negyedik kísérlet. Három perc, harminchat másodperc a hátra mérkőzésből. Egy idő van még egy negyedik és kettőből pontot szerezni. Mert hát miért, ne? Az egy nagyon gyönyörű védekezés. És kimászik belőle a 6-os számú játékot! Azt el lehet vinni! Nem sikerült a kérdés, de egészen kamulhoz volt ott az a két viszteki a minuszba. Pedig egyébként gyönyörű volt a Kábelt védelem, azt a Blake. De ez is sikerült beutalányozni, hogy kihasználni, hogy jól a Kábelt támadva, 30-20-as hátrányból. Körülbelül 3 perc van, amit a mennyire lehet látni. Viszont van a mennyire. 3 perc. Így így. Nem kedvező, de jó hangatlan a Kábelt. Nem sikerült megérteni egymást, irányítanak és elkapkodnak. Kezdtem volna, hogy lecsesztem a nézőket, akkor fújjon vele, hogy elég van.
Kulla, az a jött fel a labda, két utásra bivált. Gerli bőrheti az időt a hazai csapat. A Mindenféle a második és hét. Szépen.